Sziasztok! Mostantól hetente fogunk jelentkezni, és bíztatlak titeket, hogy hallgassatok meg minket minden héten, hiszen William Golding legendás regényét a Legyek urát fogjuk nektek felolvasni. Elképzeltétek már valaha, hogy kiiratkoztok a mostani életetekből, és valahol messze egy ismeretlen és lakatlan szigeten újra kezditek? És ti hozzátok meg az új életetek minden szabályát, ahogy nektek tetszik? A sztori szereplői ugyan nem jó szántukból, de épp egy ilyen helyzetbe kerültek. Van, aki örül neki, van, aki kétségbe esik. Az 1954-ben íródott angol regény a második világháború idején egy lakatlan szigeten játszódik, szereplői gyerekek, kizárólag fiúk. A történet azt követi végig, hogyan boldogulnak a 6-12 éves kisgyerekek felnőttek nélkül, hogyan szerveződik újra egy mini társadalom, a korábbit elhagyva, abból merítve, de annak szabályait újraírva. Ha érdekel benneteket, mire utal a cím, ami a Héber Belzebub, azaz a bibliai ördög fordítása, tartsatok velünk. Aki eddig csak filmen vagy színpadon látta, itt a lehetőség, hogy megismerje az eredeti szöveget is. Ha tetszik, vigyétek hírét a kolesztársaitoknak, és hallgassatok minket minél többen mert mesét hallgatni jó. Jó szórakozást! Legyek ura! Első fejezet A kagyló hangja A szőke fiú leereszkedett a sziklafok néhány utolsó méterén, és elindult a laguna felé. Noha levetette iskolai szvetterét, és a félkezével maga után húzta a földön, átizzadt, szürke inge a testéhez ragadt, haja is homlokára tapadt. Körülötte a dzsungelbe benyúló hosszú nyiladék forró volt, mint a gőzfürdő. Nehézkesen botladozott a kúszó növények és a ledölt fa között, amikor bozorkány sivításszerű hangot hallatva, hirtelen egy madár vágódott fel előtte, mint egy vörös sárga látomás, a sivításra egy másik hang felelt. Hé! Hey. hallatszott. Várj egy percig. A nyiladék egyik oldalán burjánzó megrázkodott, megrázkódott, esőcsöppeket vágva szét maga körül. Várj egy percig, mondta a hang. Már megint elakadtam. A szőke fiú megállt, és egy gépies mozdulattal, amelynek hatására a dzsungel egy pillanatra átváltozott a hazai angol tájá, följebb rántotta a harisnyáját. A hang újra megszólalt. Nem bírok mozogni ezektől a kúszómi csodáktól mondta. Rövidesen a beszélő is kifarolt a burgingból, az ágak meg megrecsentek zsírfoltos viharkavátján, tüskék akaszkodtak bele mindenfelől meztelen, gömbölyű tért kalácsába. Lehajolt, óvatosan kihúzta a tüskéket bőréből, aztán megfordult. Kövér gyerek volt, és jóval alacsonyabb a szőke hajúnál. Lábának valamennyire biztos támasztékot keresve, lassan előre jött, majd vastag szemüvegén át körülnézett. Hova lett az ember a szúcsővel? A szőke fiú a fejét rázta. Ez sziget. Mondta. Legalábbis úgy vélem, hogy sziget. Valamilyen koral szírt a tengerben. Az is lehet, hogy egyáltalán nincs is itt felnőtt ember. A kövér gyerek elképedve bámult rá. Volt egy pilótánk is. Mondta. Igaz, hogy nem az ütös hanem fent az előső kabinban. A szőkehajú összecsípött szemmel a sziklafokot nézegette. S mi lett a többi gyerekkel? Folytatta a kövér. Azok közül is csak kiszabadult egyik másik. Mond, nem gondolod, hogy kiszabadultak? A szőke fiú fagyos közömbösséget tettetve újra elindult a víz felé fölényesnek igyekezett látszani, de azért nem elutasítóan érdektelennek. A kövér gyerek azonban utána iramodott. Hogy itt ne volna egyetlen felnőtt se. Nem hiszem, hogy van. A szőke fiú ezt ünnepélyesen mondta, de aztán egyszerre erőt vett rajta a megvalósult ábrán boldogsága. A dzsungel kellős közepén hirtelen tótágast állt, és alulról rávigyorgott a kövér gyerekre. Egy felnőtt se, mondta. A kövér egy pillanatig eltűnődött. S a pilóta? A szőke leengedte a lábát, és leült a gőzölgő földre. Alig, hanem tovább repült, miután kihaigált bennünket. Kerekes repülőgéppel itt nem lehet leszállni. De megtámadták. Majd csak visszajön. A kövér gyerek a fejét rázta. Amikor leereszkedtünk, kinéztem az egyik ablakon. Láttam a gépnek a hátsó részét. Lángok csaptak ki belőle. Végignézett a dzsungelbe tört nyiladékon. Ez maradt a nyomában mondta. A szőke fiú kinyújtotta kezét, és megérintette egy fatönk szilánkosra marcangott szélét. Egy pillanatra, mintha felébredt volna benne az érdeklődés. Aztán mi történt a géppel?-kérdezte. Hova lett? A vihar kisodorta a tengerre. Csuda veszélyes dolog lehetett azzal a sok kidőlő fával, s alig, ha nem voltak benne még srácok is. Tétován nézett maga elé, aztán újra megszólalt. Mi a neved? Ralf. A kövér nyilvánvalóan arra várt, hogy most viszonzásul megkérdik az ő nevét is, de az ismerkedésnek ez a második lépése nem következett be. A szőke Ralf bizonytalanul rámosolygott, majd felállt, és újra elindult a laguna felé. A kövér azonban árhatatosan a sarkában maradt. Gondolom, hogy azért még lesznek itt jó néhányan közülünk. Mondta. Elszorva itt meg ott. Te nem láttál senkit? Ráv csak a fejét rázta, és meggyorsította lépteit. Aztán megbotlott egy ágban, és elvágódott. A kövér megállt mellette, lihegett. A nénikén mindig azt mondta, hogy nem szabad szaladnom magyarázta. Mivel, hogy aszmám van. Micsodád? Aszmám. Tudni illik, hamar kifulladok. Én voltam az egyetlen gyerek az iskolában, akinek aszmája volt. S már három éves korom óta szemüveget viselek. Levette a szemüvegét, és hunyorogva és mosolyogva ráfelé tartotta, majd többször végig húzogatt a szutykos vihar Most befelé figyelt, halvány arca fájdalmasan eltorzult, lesimította arcáról a verejtéket, s gyorsan orrára ültette a szemüveget. De az a gyümölcs ott. Mondta. Újra körülnézett a nyiladékban. Azt hiszem az a gyümölcs. Megigazította a szemüvegét, hátat fordított Ráfnak, s alábukott a sűrűn összegabajodott burgyinkba. Rögtön jövök. Mondta. Ráf óvatosan kibontakozott az indák közül, s nekivágott a sűrűnek, de néhány pillanat múlva már újra a hátában érezte a kövér gyerek lihegését. A lagúnától még mindig széles függöny választotta el. Aztán átmászott egy ledölt fatörzsön, s egyszerre kikerült a dzsungelből. A partot ellepték a pálmafák. Álltak a fényben, nekidőltek a sugaraknak, belekönyököltek, zöld tollazatuk száz láb magasan meredezett a föld fölött. Alattuk a talajt vastag, durva fűfette, a fűben egymás hegyén hátán kidőlt fák, rajtuk korhadó kókuszdiók és fiatal hajtások. Emögött sötétedett a tulajdonképpeni erdő a beléje vágott nyiladéksebb helyével. Ráf egyik kezét egy szürke fatörzsnek támasztva, mozdulatlanul állt, és hunyorogva nézte a csillogó vízfelületet. Messzi, kint, talán egy mérföldnyire, a hullámtörés fehér vonala húzódott egy koralzátony mögött, azon túl sötét kéken csillogott a nyílt tenger. A koralzátonyok szabálytalan évén belül a laguna mozdulatlan volt, mint egy hegyi tó, a kéknek százféle árnyalatában sötét zöldek és ipolyos színek változataival. A pálmaterasz és a tenger között keskeny donga formában szinte végeráthatatlanul húzódott a homokos part. Ráv balján a pármasor, a part és a víz csak a láthatáron futott össze. De annál jelenlévőbb szinte látható volt a hőség. Leugrott a teraszról. A fekete cipője belesüppett a vastag homokba, a hőség arcul vágta. Egyszerre tudatára ébredt annak, milyen nehéz a ruhája, vadul lerúgta lábáról a cipőt, és egyetlen mozdulattal lerántotta gumiszalagos harisnyáját. Aztán visszaugrott a teraszra, lehúzta az ingét. Egy pillanatig mozdulatlanul állt a koponyaszerű kókuszdiók között, a pálmák és az erdőzöld árnyéka ráhúzott a bőrére kiakasztotta övének kígyó fejcsatját, és kilépve nadrágjából és gatyájából, mesztelenül tágra nyílt szemmel bámult a fövenypart és a tenger szemkápráztató csillogásába. Tizenkét éves múlt néhány hónappal, tehát a gyerekkorra jellemző kidudorodó has már leapadt róla, de a kamaszos esetlenségnek nyoma sem volt még benne. Széles, erős vállával jó lehetne belőle, ha ugyan látszólagos harciasságát nem hazudtolja meg, ártatlanul szelít szája és szeme. És miközben a pálma törzset simogatta, hirtelen boldogan felnevetett, és újra tótágastált. A sziget valóságos volt, nem lehetett benne kételkedni. Ügyesen visszugrott a talpára, lehuppant a fövényre, Letérdelt, két kitárt karjával, nagyrakás homokot ölelt a mellére, aztán leült, és izgatott félnyő szemmel a tengerre bámult. Ralf. A kövér gyerek lemászott a teraszról, majd óvatosan leült a szélére. Ne haragudj, hogy olyan sokáig elmaradtam. De az a gyümölcs... Megtörölgette szemüvegét, ráillesztette tömpe orrára. A keret mély, rózsaszín V alakú bevágást hagyott az orra nyergén. Bíráló szemmel végig tekintett aranybarna testén, aztán a saját ruháját vette szemügyre. Megfogta a cipzárat, mely egészen a köldökéig szaladt le. A néni Aztán egy elszánt mozdulattal kintotta a cipzárat, és a viharkabátot áthúzta a fején. No. Mondta. Rálf oldalról végigmérte, de nem szólt. Gondolom meg kell tudnunk a nevüket. Mondta a kövér gyerek. Aztán majd csinálunk egy listát. Össze kellene hívni egy gyűlést. Ráf úgy látszik nem akarta érteni a célzást, a kövér gyerek tehát kénytelen volt folytatni. Én nem bánom, hogy minek neveznek, mondta bizalmasan. Feltéve, hogy nem úgy, hogy az iskolában szokta. ráfban valami kis érdeklődés ébredt. Ott minek hívtak? A kövér oldalt pislantott, majd közel hajolt Nagyon halkra fogta a hangját. Röfinek. Súgta. Ráf visított a nevetéstől felugrott. Röfi! Röfi! No de Ralph! Röfi szemrehányóan összekulcsolta a kezét. Azt mondtam, nem szeretném. Röfi! Röfi! Ráf nagyot ugrott a part forró levegőjében, aztán vadászrepülővé változva, hátra csapott szárnyakkal gépfegyverezni kezdte Röfit. Bukó repülésben leszállt Röfi lába elé, hangosan kacagva elvetette magát a homokban. Röfi! Röfi kényszeredetten vigyorgott. Magának sem vallotta be, hogy még ez a vékony elismerés is valamennyi elégtétel eltölti el. Ha nem mondod meg a többieknek! Ráf belekuncogott a homokba. Röfi arcára újra kiült a fájdalmas elmélyültség kifejezése. Egy perc! mondta. Sietve visszakacsázott az erdő felé. Ráf is felállt, és jobb felére modott. A partot itt váratlanul félbeszakította a tájéknak egy négyszögletes változata. Rózsaszín gránit fensík, amely kíméletlenül félreszorította az erdőt, a teraszt, a fövenypartot, a lagúnát, és egy négy láb magas, természetes mólót alkotott. Tetején a vékony réteg földben ritkás fűnőt, fiatal pálmafák árnyékolták. A talaj nem volt elég vastag ahhoz, hogy a fák kifejlődjenek, így mire elérték a húsz magasságot, kiszáradtak, kidőltek, egymáson keresztül kasul vágodva, bonyolult mintával hímezték ki a fensíkot. De ülni kényelmesen lehetett rajtuk. amíg álló pálmák zöld tetőzetet vontak föléjük, amelyet alulról, a lagunáról felvető dőrezkető vízfény bélelt ki. Rá felhúzódott a fensíkra, árnyékos volt és hűvös. Behúnt a fél szemét, és megállapította, hogy testén is az árnyékok. Aztán átvágott a móló tenger felüli szélére, letekintett a vízre, mely olyan tiszta volt, hogy a fenekét is látni lehetett. Korallok és tropikus szalagok fonták át meg át. Apró, síkos halak csillantak fel itt ott a vízben. Ráf nagyot kiáltott. A boldogság húrjai rezegtek hangjában. A mólon túl tovább folytatódott a varázs, Istennek valamilyen mozdulata, talán egy tájfun, vagy éppenséggel az a vihar, amely a szigetre való érkeztüket kísérte, egy csomó homokot hordott össze a laguna belsejében, aminek következtében a parton hosszúkás, mély medence keletkezett, magas, rózsaszín sziklapaddal a túlsó végén. Ráfot már gyakran félrevezette a tengerpartokon keletkezett belvizek szemre megtévezhető mélysége, és most is el volt rá készülve, hogy csalódni fog. De ez a sziget betartotta ígéreteit, és a valószínűtlen medence, melyet alig ha nem csak dagály idején árasztott el a tenger, az egyik végén olyan mély volt, hogy vizes, sötét, zölden csillagott. Ráf gondosan végigvizsgálta egész harminc járnyi hosszában, aztán bele, beleugrott. Víze melegebb volt este hőmérsékleténél, úgy érezte magát, mint aki egy óriási fürdőkádban úszik. Röfi újra megjelent, leült a sziklapad szélére, és irigyen figyelte rá zöld és fehér testét. Röfi Röfi levetette cipőjét, harisnyáját, gondosan elhelyezte a sziklapadon, és egyik lábujjával kipróbálta a vizet. Forró Hát mit gondoltál? Semmit sem gondoltam. A nénikém. Fújt fel a nénikédet. Ráf a víz felszínéről hirtelen alábukott, és nyitott szemmel a víz alatt kezdett úszni. A medence homokos széle, mint egy domboldal emelkedett föléje. A hátára feküdt, órát befogva aranyfény táncolt, cikázott arca fölött. Röfi úgy látszik végleg elszánta magát, leeresztette sortját. Mesztelen volt, fehérbőrű és kövér. Lábújhegyen a medence homokos széle felé billegett, és büszkén mosolyogva ráfra, nyakig beült a vízbe. Úszni nem fogsz? Röfi megrázta fejét. Nem tudom. Mondta. Nem engedtek. Az aszmán. Fújt fel az aszmádat! Röfi alázatos és türelmes volt. Ezt is lenyelte. Te aztán tudsz úszni. Ráf a hátán fekve levezett a lejtőn, aztán száját a víz alá buktatva vízsugarat fújt a levegőbe, majd kiemelte állát a vízből. Én már öt éves koromban is tudtam úszni, mondta. Papa tanított meg, fregat kapitány a haditengerészetnél. Ha majd szabadságot kap, eljön, s megment bennünket. Neked miféle a papád? Röfi hirtelen elpirult. Meghalt. Mondta gyorsan. A mama pedig levette a szemüvegét, és nézte, hogy mibe törülhetné meg. Én a nénikémmel élek, mondta. Cukorkőzlete van. Sok cukorkát kaptam mindig, amennyit csak akartam. Mikor fog a papát bennünket megmenteni? Mi helyt teheti? Röfi csöpögve kiemelkedett a vízből, és mesztelenül állva a fényben, a harisnyájával megtörölgette a szemüvegét. Semmilyen más hang nem hallatszott most a reggeli hőségben, csak az iklezátonyon megtörő hullámok hosszú, egyhangú üvöltése. Honnan tudja, hogy hol vagyunk? Ráf elterült a vízen. Elálmosodott a lagúna szemkápráztató fényében, amely száz délbából ki magából. Honnan tudja, hogy mi itt vagyunk? Azért, mert... Gondolta rá. Azért, mert most nagyon tisztán lehetett hallani a hullámtörés messzi bőgését. Biztos megmondták neki a repülőtéren. Röfi a fejét rázta, feltette csillagó szemüvegét, és lenézett Ralfra. Azok ugyan nem. Nem hallottad, mit mondott a pilóta. Az atombombáról tudni illik. Azok mind meghaltak. Ralf kilökte magát a vízből, és az új, szokatlan problémát mérlegelve szemügyre vette Röfit, te ez kitartott álláspontja mellett. Ez sziget, mondod? Felmásztam egy sziklára. Felelte Ralph lassan. S azt hiszem, hogy sziget. Mind meghaltak, mondta Röfi. Ez pedig egy sziget. Senki nem tudja, hogy mi itt vagyunk. A papát sem tudja, senki sem tudja. Az ajka reszketett, szemüvegét párra futotta be. Lehet, hogy itt kell maradnunk, amíg meg nem halunk. Mondta. Az elhangzott szótól hirtelen, mintha még vastagabbá és súlyosabbá vált volna a hőség, a laguna újabb vakító fényhullámmal támadt rájuk. Megyek a ruhámért. Mormolta Ralph. Arrébb van. Átlábolt a homokon, az ellenségesen záporozó fényben, keresztül ment a mólón, felszette szétszórt holmiát. Furcsa mód élvezetes dolog volt, hogy újra felhúzhatja szürke ingét. Aztán felkapaszkodott a fensík szélére, és a zöld árnyékban leült egy fatörzsre. Röfi is felmászott a sziklára, hol nagyobb részét a hóna alatt cipelve. A kis szírt fog közelében, amely szembenézett a lagúnával, óvatosan leült egy kidőlt fatörzsre. A víz bonyolult vízfénye hangtalanul játszadozott rajta. Aztán megszólalt. Meg kell keresnünk a többieket. Csinálni kell valamit. Ráf nem felelt. Egy koral szigeten voltak. A hűvös árnyék oltalmában, meg sem halva Röfi bajos jövendőlését, boldogan álmodozott. De Röfi mondta a magáét. Hányan vagyunk itt? Ráf előrejött, és megállt Röfi mellett. Nem tudom. Itt is, ott is lenge kis szellők suhantak át a hőségen a víz csiszolt felszíne fölött. Amikor elérték a mólót, a pármák legyezői susogni kezdtek, apró napfényfoltok táncoltak át testükön, vagy csillogó szárnyakkal átrepültek az árnyékon. Röfi felnézett Ralfra. A szőke fiú arcán az árnyak a fejük tetejére álltak. Felül sötét zöldek voltak, alul kivilágosodtak a laguna vízfényében. Egy fény folt mászott át a haján. Valamit kell csinálnunk, mondta Röfi. Ráf átnézett rajta. Itt volt végre a rég megálmodott, de soha eddig meg nem valósult ugrásnak a pillanata, amelyel átszökhetik az igazi életbe. A szőke fiú szája boldog mosolyra nyílt, s Röfi is, aki ezúttal magára vonatkoztatta az elismerő mosolyt, jókedvűen belenevetett. Ha valóban sziget, ez meg micsoda? Ráf most már mosolytalan arccal a laguna felé mutatott. Valami tejfölszínű dolog hevert a vízben a hínár között. Kő? Nem. Kagyló. Röfit majd szétvetette a boldog izgalom. Az hát, kagyló. Láttam már ilyet. Egy ház hátsó kőkerítésén. A gazdája azt mondta, hogy kagyló. Ha belefújt, akkor előjött a mája. Nagyon értékes. Közvetlenül Ráf mellett egy fiatal pálma hajolt a lagúna fölé. Súlya már néhány jókorra rögött kiemelt a talaj vékony rétegéből, rövidesen kifogdolni. Ráf kicsavarta a törzsét, és kotorászni kezdett vele a vízben, villogó halak rebbentek szét a szélrózsa minden irányában. Röfi veszélyesen előre Vigyáz, Vigyázz! Eltöröd! Fogd be a szád! Ráf szórakozott volt. A kagyló szép és érdekes, szórakoztató játék volt, de éberálmának eleven fantomjai még falként álltak közte és Röfi között, akinek nem jutott szerep a játékban. Egyik kezét emelő daruként használva, a másikkal lenyomta a fát, míg végül a kagyló csöpögve kinem emelkedett a vízből, és Röfi elkaphatta. Most, hogy már csak nem a szemével láthatta, de a kezével is megérinthette, Ráv hirtelen felizgult. Röfi fecsegett. Nagyon drága kajdló. Fogadok, hogyha a boltban akarnád megvenni. Hát Isten tudja, mennyi fontot kellene fizetned érte. Nála a kőkerítésre volt letéve. és a nénikém... Ráf kivette kezéből a kajdlót, egy kevés víz folyt ki belőle a karjára. Sötét vaj színe volt, itt-ott halvány rúzsaszínfoltokkal egy kis lyukban végződött, majd fél méter hosszú volt, és a róz rózsaszín száj részül a hegyéig spirális alakban keskenyedett. A falán finom, domborművő művő minta látszott. Ráf egy kis homokot rázott ki üreges belsejéből. Úgy bőgött, mint egy tehén. Valamiféle fehér kövei is voltak, és egy madárkalitkája egy zöld papagájjal. A fehér kövekbe persze nem fújt bele, s azt mondta, Megállt, hogy lélegzetet vegyen, és megsimogatta Ralf kezében a csillogó kagylót. Ralf! A szőke fiú ránézett. Ez jó lesz arra, hogy összehívjuk a többieket. Már úgy értem, egy gyűlésre. Ha ezt meghallják, akkor ide jönnek. Ráfra bámult. Erre gondoltál te is, mi? Kérdezte. Rálf hátra simította szőke haját. A barátot hogy csinálta, amikor belefújt a kagylóba? mintha bele akarna köpni. Felelte Röfi. Nekem a nénikém nem engedte meg az aszmám miatt. Azt mondta, hogy innét alulról kell fújni. Tette hozzá, kidudorodó hasára mutatva. Próbáld meg, Ralph! Hívd ide a többieket!